Ugye, lehet, hogy tartanak téged OVP-ben. Bazzeg, elfelejtettem rekordolni, most kezdtem csak el rekordolni. Nem baj, nem baj. Majd így kerül fel YouTube-ra. Az első 4 percben nem történt semmi, srácok, nyugi. Nem az volt, hogy le tövik csalva a meccs. Tudtuk, hogy az ellenfél csal, mert olyan obvious pozikba lőttek oda folyamatosan, olyan helyekről, hogy az nem létezett. Füstön keresztül kaptuk a fejest a AVP-vel ilyenek, és akkor az, amikor kiegyenítettük a számlát, akkor az egy kicsit vicces volt, amikor fordítottunk a meccs második felében. És akkor innen indult az egész, hogy egy emberke csalt, és csak ilyen AIM nélkül, VH nélkül, minden nélkül, csak egy radarral. Aztán ugyebár jöttek az, hogy mi lenne, ha, mi lenne, ha, mi lenne, ha. Akkor odáig jutottunk el, hogy a 5 fős baráti társaságból alapvetően 4 emberként az belásta magát elég rendesen. Egy meg ugyebár egyből fogta, azt vette a cheatot, aztán jó napot. De meguntuk ezt egy idő után, hogy hát bemegyünk MMS, de miért tesszük tönkre mások játékát? Semmi értelme az egésznek. Csináltunk egy saját szépen az írekben szabad, kijelentük a csodás vágyainkat, lehetett pörgőaimozni, minden szart csinálni. De unalmas volt már? Nem az volt a cél, amikor nem volt már, hogy mondjam, benne reláció, hogy mi akkuntokat boostolni, nem volt benne biznisz, mi kiszálltunk. Annyi volt a csaló egy idő után, hogy már szarul éreztük magunkat, hogy minden meccs HVH. Amikor nem az volt, hogy legtöbbször olyan volt, amikor beírták, hogy abba tudjuk hagyni a csalást, mert akkor játszottunk fairmódon. Mi abba hagytuk. De minket nem érdekelt az, hát, hogy ha nyertünk anélkül, akkor nyertünk anélkül. De amikor ellenünk csaltak, akkor nehogy már. Érted? Ha itt a lehetőség, akkor miért ne használjuk ki? Oké, egy-két akkunt bant kapott ki, a francot érdekel. $5 volt egy ázsiai kulcs. Most ez nehogy már meghasson senki. Nem hiszem el, hogy vannak töltségeres emberek, akik több €100 nyomatnak skinbe és $5 sajnálnak. Nekünk ez volt a móka, nem a trédelgetés. Community szervereket nem bántottuk soha. Nem volt érdek, nem volt benne biznisz. M&M-ben volt a biznisz, hogy pénzt kerestünk azzal, hogy játszottunk. Úgyhogy ezt meg lehet érteni valamilyen szinten. Mármint, hogy accountokat húztatok. Igen, pontosan. Azokat utána különben nem bannolták? Nem bannolták. Vagy mondjam, mi olyan, volt rá egy metódusunk, hogyha érdekel bárkit is, most igazságnap van. A metódus annyi lényege volt, hogy amikor nem volt ez a server crash nevű dolog, 2 meccset játszott minden cheater akkunt egy nap. 2 MM-et, mivel 10 report után, tehát a 11. reportnál kerültél be az Overwatch poolba, amit gondolom ismersz, amikor rámész, hogy Overwatch, akkor letölti a demót. 10 report kellett hozzá. Azért játszottunk ennyit, mert full priméttel mentünk, magyarul a mi lobbingból senki nem reportolt. 5 reportot kapott a csaló maximálisan az ellenféltől, és a következő meccsen is 5-öt kapott. Magyarul az 10. És 11-től kapsz OVPoolba jegyet, egyirányú jegyet. Magyarul a harmadik meccset nem szabad lejátszanod. Ezért azt csináltuk, hogy volt körülbelül egy olyan 15 akkunt egy TXT-ben, és akkor elmentünk MM-ezni. 2 MM, 1 akkunt, következő akkunt. És tudok neked olyat mondani, aki hogy mondjam, az én cheatemet használta még, emberke, és velem együtt csináltuk ezt az akkunt boostolós dolgot, a mai napig nincs kibannolva az akkuntja. Tehát, hogy se WAC, se Overwatch, semmi. És az több mint 6 éve volt. És egyszerűen, hogy mondjam, privát cheat volt, abba energiát is fektettem, nem csak Ctrl-C, Ctrl-V-ztem, abba tényleg volt egy, hogy mondjam, kis elgondolás, egy kis trükk, meg egy olyan injektor, amit haverom csinált még, és ketten használtuk összvisz. Eddig Ctrl-C, és ő tényleg belerakott egy jó 2-3 hónapnyi munkát, hogy azt megcsinálja, és mai napig nem bannos az akkunt. Egyik se, amit adtunk. Egyik akkuntról se tudok, akit bárkit is kibannoltak volna, aki nem csalt volna utána, és elismerte volna. Mert aki volt persze, aki utánunk jött, hogy hát figyelj, megvettem a globál akkuntot, most kibannolták. Most kérem vissza a pénzem. Megnéztük, hogy igen, 300 winnel eladtuk neked az akkuntot, mert például egy olyan akkunt volt, amit itt eladtunk, mert sokat játszottunk rajta, és van most rajta 500 win. Szerinted nem csaltál rajta ennyivel? Tehát tudtuk, hogy a játékos nincs olyan szinten, hogy megtartsa a globál rankot, mert egyszerűen tényleg béna volt, és nem akarok hencegni, de én skillből szerintem a DMG és azt tuti mindig meg. Abból kifolyólag, hogy látnék 200 winje, azt jelenti, hogy csalt. Vagy, és ezt nem annyira jártam. De oké. Okay. Miért nem azt mondta, hogy megnézték a demókat legalább, vagy valami? Lőttem. Az, hogy a bit Nincs baj, érdekes a videó, érdekel, mi hangzik el a videóban. Biznisz miatt szükség volt erre, az a biznisz miatt volt, nem azért, mert hogy én jobbnak hittem volna magamat. Tehát, hogy én nem a saját magamnak a hitetésére csaltam. Ha csaltam, akkor pörgőaimoztam minden tököm, mert ezt kellett, gyorsan kellett nyerni. Ez volt a lényege a metódusnak, hogy naponta meg kell csinálni legalább 2-3 akkontot, amit tudtunk boostolni, legalább egy 20-30 mm, és akkor erre voltak azok a segédakkontok, amiket vettünk. Akkor ezt többen csináltuk. Ugye ez a lényegért volna. Tehát community szervereket nem basztattunk, nem tettük senkinek tönkre a játékát. Valaki azt mondta, igen, hogy figyelj, látjuk, hogy csalsz, rohagy meg, mit tudom én. Hát akkor nem, de ha megkért valaki szépen, hogy lejátszhatnánk a meccset nyugodtan, mert mi nem csalunk, akkor eleget tettünk neki. És volt, amikor ki is kaptunk, megmondom neked őszintén is. Na jó, azt azért nem hiszem el. Mérgeződtünk is, hogy a fene legyen megbáznak, hogy bejövünk csalással és kikapunk. Mert hogy fogtuk, kikapcsoltuk a francba, az kész. De hogy éppensége olyanunk volt. De utána jött a HVH-s korszak, amikor elegünk lett ebből a bizniszből, mert nem volt jövedelmező. Egyszerűen már nem érte meg, tehát túl sok energia. Nyilván így működik, lecsalnak a játékba, mondod, elsősorban látom, hogy csalsz, de lici ne! Jó, hallod? Nem csallak le, tudod, mit kikapcsolom? Persze, ez általában így szokott működni, nem? Megtámadnak az utcán, ki akarnak rabolni, hallod? Figyelj, nem akarom, hogy kirabolj. Ez nekem rossz. Jó, tudod mit? Kirabolom a következő embert. Igen, fektettünk bele, nem volt benne az a fun faktor, mint régen, mert mindenki csalt. Tehát minden meccs HVH volt. Ha trusted volt a meccs, ha bejött ez a trust faktoros dolog, és bementünk a prime-os meccsekbe, ott is lecsaltak ugyanúgy. Már elegünk volt az egészből, minden második meccs HVH, abba hagytuk az akkontboostokat, eladtunk minden akkontot. 15 darab vagy 20 darab akkontból, amit használtunk csalásra, kb. 3 darab kapott, az is Overwatch-ban reportbot miatt. Mert reportbot az egy külső exploit volt, amivel lehetett akkontokat bandoltatni. Nem, nincs köze a WAC rendszerhez, nincs köze az Untrusted-hoz, az egy undorító dolog volt, aminek az volt a lényege, hogy a meccsben sem lévő 10 pár akkonttal reportolnak téged, és ki fogják bandolni, mert Overwatch poolba fogja forszolni az app. Nem maradtál le sokról, csak 10 percre botonod, és lesz stream, igen, sok. Valószínűleg nem tudom milyen hosszúak, de megpróbálok minden nap streamelni, amikor itthon vagyok. Tehát külsődleges forrásból kap reportokat. Ezt később patchelte a Valve, és ezt megakadályozták, és nincs már reportbot, ami működik, ha jól tudom. Nincs működő reportbot. De bárkit be tudtak rakni Overwatch poolba. Ha csalt, ha nem. De ha valaki nem csalt, azt nem ítélték el. Nem ítélték el, persze, de már ez is undorító, hogy ilyet lehet csinálni. A HVH-ról annyit, hogy igazából a magyar community-nél toxikusabbat én nem tapasztaltam körülbelül egy olyan 4 év alatt. Még egy ilyen undorító, utálkozó, hogy mondjam, romlott. Most megint rá akarunk menni arra, hogy a magyar mentalitás, ezek a magyarok, ezek olyan szörnyű emberek, ezek a magyarok, úristen, jaj. Használták, megbaszták anyukámat, pedig anyukám már meghalt 5 éve, és most ez annyira rosszul esett nekem, hogy az interneten ilyet mondtak nekem. Ember, ez az internet, ha fáj, kapcsolod ki a monitort, bazd meg. Most erre mi a fasz lehet mondani, de komolyan? Community-t, mint a magyar HVH-sok, nincs még egy. Az angol, illetve a németek sokkal kulturáltabbak, tehát nincs az a k-anyázás a cseten, nincs össze-vissza mindenféle szitkozódás, a k-anyázás. Illetve a németek sokkal kulturáltabbak. Németek sokkal kultúrábbak. Német emberrel találkozok meccsen, az az első, hogy hádi freszet a húrenzód, így fikkedálj, de mutter édentág. Igen. Igen. Tehát köszönöm szépen. A német community sokkal jobb. Nincs össze-vissza mindenféle szitkozódás, hogy így, meg bélak, meg blablabla, tudod a szavakat egész is ki fejbe, gondolod, hogy így raknám meg felmenőidet típusú helyeken, mert undorító, amik mentek. Azért is lett beszüntetve a teljes HVH szerver, meg az összes, hogy mondjam, bármilyen dolog, amihez közünk volt, mert egyszerűen felvállalhatatlan volt a színvonal. Tehát, hogy inkább jártunk külföldi szerverekre, és ott, hogy mondjam, még ingyen esetben is beszélgettünk emberekkel, különböző dolgokról. Volt, amikor egész vicces pillanatok is voltak, tehát szinte mint egy rendes MM. Gyakorlatilag volt HVH tournament is. Nem tudom, hogy ezzel újat mondtam, de volt olyan, hogy gyakorlatilag 5v5, csak HVH. És mindenki csal, mindenki pörgőaimozik, ahogy a köznyelv ismeri. És gyakorlatilag ott is volt egy győztes, aki nem kevés pénzeket vitt el. Tehát mi is voltunk HVH turnamenten még 16-7-ben. Miket lehetett nyerni ezeken a HVH turnamenteken? Ilyen egy darab kést, meg ilyen skit invite-okat? Vagy mi? Hűha, hallod, le vagyok kenyerezve. És egész jó helyeket el is vittünk gyakorlatilag ott ugyanúgy számít a player skill, akármennyire is hitetlen a legtöbb legit embernek. Mert a one-way-eket, a fegyvereknek az átütését, a cheat configot nagyon durván, hogy mondjam, nagyon durva befolyása van annak, nem csak magának a cheatnek, hanem a pozícióknak is, hogy hova tudsz beállni, hol tudsz átlődni falakon, milyen fegyverű, például autocsipát veszel, vagy AK-t veszel, vagy AVP-t, vagy csak dualberettát veszel, tök mindegy, hogy maga az anti-aim, a pozícióhoz is nagyon sokat számított. Tehát ebben kézbiznisz volt akkoriban, mert akkor ez, hogy mondjam, egy fán dolog volt, olyan, mint hogyha a játéknak egy másik része lett volna, mint amikor átlépsz a határon, és ott egy teljesen másik világ. Van egy CS:GO-nak egy kompetitív része, az M&M, a community szerverek, a fán, minden, és van a sötét oldal. És még a sötét oldal, esküszöm neked, hogy viccesebb volt. Ott lehetett olyan dolgokat csinálni, amit a másik oldalon nem akartál. Tehát nem akartad tönkrebaszni az emberek játékát. Sötét oldal. Nem akartad. Kibannolják az akkuntodat. Nem akartad azt, hogy... Nem akartál rendes playerekkel szórakozni, mert neked az nem szórakozás. Ez a legfőbb dolog, amit be kell ismerni az ilyen dolgoknál, hogy rendes, legit embereket lecsalni szerintem totál hülyeség. Azt azért szerintem nehéz így megmagyarázni, hogy azért, mert pénzre volt szükséged, azért lehet csalni egy játékban, ahol az nem legális. Ez azért kenyóság. Nem lehet szépen felfogni, ez egy undorító dolog, és... Illegális a csalás? Vagy... Az olyannyira nem hiszem, hogy illegális lenne. Tehát ezt még mindig mondom, hogy az Aimware, meg tök sok cheat eladó szoftvert ad. Ezek direkt olyan országokban vannak beegyezve, ahol legálisan csinálhatják ezeket. És ez legálisan működik. Most az, hogy te használod, az megint... Az, hogy a Steamnek a Terms of Service-ét megszeged vele, az megint más. De az, hogy megszegsz egy szerződést, amit aláírsz akkor, amikor a Steamre regisztrálsz, az nem tudom, hogy mennyire mehet bele mondjuk jogi procedúrába. Tehát nem hiszem azt, hogy van olyan csaló, aki börtönbe került azért, mert lecsalt egy MM-et. Mondjuk Kínában megint más, mert Kínában még nem cségóznak az emberek általában. Hanem más játékokkal játszanak, de mondjuk cségóban is vannak egy páran, meg amúgy néztem is Overwatch-okat. Ja, Ázsiában van ilyen, hogy komoly büntetéseket lehet kapni, hogyha csalsz egy játékban. Nem tudom. Overwatch-ot szoktam nézni, és ugye, hogyha Overwatch-nak le lehet kérni, van rá módszere, le lehet kérni azt, hogy kit nézel, tehát nem csak azt írja ki, hogy suspect, meg tudod nézni benne a Steam profilját. Kurva sok kínait szoktam kapni, kegyetlen mennyiségű kínait szoktam kapni. Pedig a tánatjálag illegális a csalás, meg ilyenek, meg börtönbe lehet kerülni, meg ilyesmi. Szóval nem vágom. Megvetendő. Ez teljes mértékben így van. Az, hogy a törvény nem bünteti, mert Európában ehhez nincs joga, ez egy másik dolog. Koreában, ázsiai országokban pedig nagyon durva előírati pontokat kapsz érte. Ha kibannolnak ott egy akkuntot, akkor lehet, hogy nem tudsz hitelt fölvenni, estéből hasonló dolgok. Jaj. Az a lényeg, hogy én már kiszálltam ebből a bizniszből körülbelül 2,5 éve, nem foglalkozok CS:GO cheat fejlesztéssel, nem foglalkozok semmilyen alvilági dologgal, a saját dolgaimon kívül persze, amikkel inkább nem mesélnék semmit most nagy közönség előtt, de alvilági annyiban, hogy amikor te rámondod egy emberre, mindenki alvilági ember, rámondod azt, hogy undorító. Tehát, hogy nem teszel különbséget abban, hogy az ember az, hogy mondjam, tett munkát a dologbatom, hogy undorító, és így szétvetni, de ez van, hogy ő foglalkozott. Ő töltötte fel az összes barátok közt részt lehet. Bármivel, saját erejéből jutott el oda, ahol nem van. Hiszem, hogy ennek van jelentősége. Community szempontjából viszont van, mert most gondolj bele, hogy én magamra gondolok, egy 25 éves srác gyakorlatilag pénzt keresett azzal, hogy szórakozott. Iskola mellett, középiskola most... Igen, ezt elég sokan csinálják, amúgy youtuberek is, mondjuk, meg ilyenek, akik zenéket csinálnak, azok is nagyon jól szórakoznak Igen, csak mások kárára csináltad mindezt. Pontosan, ez volt itt a kulcs szó, amit kimondta, hogy mások kárára tette. Ez volt az, amiért én is abba hagytam. Mert én ezt meguntam. Tehát, hogy amikor már nem volt abból haszon, hogy én akkuntokat boostoljak, mert egyszerűen nem érte meg. De mint mondtam neked, ezt is próbáltuk minimalizálni. Oroszország az Oroszország. Oroszország nem Ázsia. Mert az, hogy az ázsiai kontinensen van, ettől függetlenül, hogyha azt mondod, hogy Ázsia, akkor nem az oroszok jutnak eszedbe, hanem az ázsiaiak, akik a kínaiak, koreaiak, Tájföld, faszom tudja. Hogy japánok, minden. Emlékszem, egyszer játszottunk még, amion talán a srácnak a neve, ami nagyon profi player, igen. Mert egyszer játszottunk ellenük. Ki ellen? És hogy emlékszem, egyszer játszottunk még, amion talán a srácnak a neve, ami nagyon profi player, igen. Mert egyszer játszottunk ellenük. Azt mondta, hogy kamion? És mi kikapcsoltuk a csitot és elpicsáztak minket. Hatalmas volt. Te esküszöm neked. Bementünk első körbe, leírtuk, bekapcsoltuk a name changer-t, hogy ez meg ez, ilyen cheat, olyan cheat, billogadt össze, viszont srácok beírták, hogy GG. Mi beírtuk nekik, hogy figyelj, magyarok vagytok. És ők már, hogy na, a nevükből lejött, meg a Steam profilból. Igen. Na, hogy már csalány titeket, baszki. Gyerek beírta, hogy na jó van, rohadjatok meg akkor. Meg azt mondtuk, hogy figyelj, akkor kikapcsoljuk, kiléptünk a meccsből, kiszedtük a cheatet, kikapcsoltuk mindent, visszamentünk, legiten elpicsáztak minket a francba, és leírtuk nekik, hogy GG. De nem az volt a cél. Egy ilyen meccset nehogy már elbasszunk azért, hogy... Hát igen, de te is érzed a kettősséget, hogy csináltatok egyszer ilyet, de bármikor, amikor úgy döntöttetek, hogy végig akarjátok csalni, akkor végigcsaltátok. Igen, és mert akkor... ez sajnos most ugyanolyan dolog, hogy mit tudom én, te fölmész egy, mondjuk nem cségóba, egy másik játékba, és elkezdesz troll. Számomra annyira furának hangzik ez az egész, hogy így nem is értem, hogy belépünk és nem csalunk, akkor kikapcsoljuk, hogyha magyarok vannak az enemében, akkor kikapcsoljuk, nagyon jó fejek leszünk, akkor kikapcsoljuk, meg kell fényezni magad, ez kurvára egyértelmű, bazeg. Mi is, amikor csaltunk, játszottunk HellRaisers játékosok ellen, trikkedesek ellen, tök sok esportjátékosok ellen csaltunk. Konkrétan nem is tudom már, hogy melyik HellRaisers játékos ellen játszottunk, azt hiszem talán... nem akarok hülyeséget mondani, talán... Tózsa ellen? Nem tudom. De mondtuk neki, hogy Deadfoxnak mondja meg, mondjuk neki, hogy Bencének üzenjük, hogy dagadt. Ezt add át, semmi mást. A toxikusság. Ott van. Tehát baszd meg. És nyertünk. Trollkodni. Itt bemész Tarkovba, és nem, most pont nem Tarkov, bármilyen másik játékban Steam damage-elgetsz. Mert mit tudom én, megteheted. Most mondok egy másik példát. Jobbak voltunk, igen. Mit tudom én, bármilyen játékban csapattársakat lősz ki, az anti-cheat nem bandol ki érte. Tudom, hogy az egyik az megengedett, a másik meg a játékon kívüli dologból származtatható, de ugyanazt teszed, tönkre ezt teszed a többinek a játékát. A 15-15-nél például... Nem értem, hogy ez miért releváns, tehát hogy ezt miért hozod fel? Azért, mert mind a kettő egy trollkodásra vezethető vissza. De mindkettő elítélendő akkor. Igen. Csak az egyiket megengedi, a másikat nem engedi meg maga a játék. De itt csak annyi a különbség, hogy az egyik nagyobb bunkóság, mint a másik, ez szerintem nem változtat a lényegen. Igen, pontosan, de ezért is mondom, hogy én ezért is írtam neked, hogy téged érdekel ez a dolog. Beleszolkod ilyen. Mert kíváncsi voltam, hogy a véleményedre. A másik az, hogy téged érdekeltek ezek a dolgok, tehát én szívesen segítek ebben, hogy megismerd ezeket a dolgokat részletesebben. Mondjuk ez amúgy elég meredek, hogy egy Kodiak videóban az in-game chaten ilyen racial slurök vannak, de alright. Én már nem foglalkozok vele, tehát hogy engem már hótul nem érdekel. A másik dolog az, hogy szeretném, hogyha ez a dolog, ez, hogy mondjam, nem is az, hogy CS:GO-t megmenteni, mert semmi azt már lehetetlen veszett fejsze az egész. Nem volt ott semmi. De hogy az embereket ráébreszteni arra, hogy nem minden cheater orosz köcsög agyhalott. Nem, te magyar köcsög agyhalott vagy, sokkal jobb. Mit tudom én, megvette a cheatet, aztán kész. Figyú, ez tök érdekes, hogy ezt mondod, de mert úgy tűnik nekem, hogy valahogy úgy érzed te, hogy te nem ebbe a kategóriába tartozol, aki köcsög cheater és lecsal. Hát egyrészt, hogy oda tartoztam, de én már nem, hogy mondjam, bennem ez a rész, hogy a facehitek milyen jók voltak régen. Az ISI szerverek milyen jók voltak régen, amikor rendesen mentünk föl Supreme-ig, aztán jött ez a dolog. Ez a, hogy mondjam, ez a teljesen más dolog, érted? Megtért. Mint amikor, hogy mondjam, leugrasz a szakadékba, de mégse halsz meg típusú dolog, hogy mindent eldobsz, amit van, azért, hogy kipróbálj egy másik dolgot. Mert én pont ezt éltem át, hogy eldobtam mindent. Eldobtam az akkuntomat, eldobtam az embereknek a hitét, akivel együtt játszottam még régebben, teljesen legit módon, akivel régebben versengőztünk minden. Csak azért, mert meguntam. És hogy mások ne kövessék el ezt a hibát, hogyha még megtehetik. Hogy tanuljanak az én hibámból, hogy ne vegyenek csitot azért, mert ők jobbak akarnak lenni. Ezt akkor... De most várj, tanuljanak az én hibámból, ne vegyenek csitot, mert ők jobbak akarnak lenni. A videó elején azt mondta, hogy ő nem azért csináltam, mert jobb akart lenni, hanem azért, mert érdekelte milyen a sötét oldal, kíváncsi volt arra, hogy milyen csalni, meg akart ebből pénzt keresni. Meg akkuntokat búsztalni. És hogy ő tudta magáról, hogy ő nem azért csinálja, mert hogy ő jobb akar lenni a másikaknál, és ő kinyomta a cheatet akkor, hogyha azt mondták, hogy ja, kapcsolt ki, tesó. Nem értem. Mattival mikor csinálni interjút az öreg vajon? Soha. Igazából az egészre lehetne mondani, hogy ki kérdezte, mert Kodiak a többi videóban elmondta, hogy nem érdekli, ő neki nincs kedve ilyesmit csinálni, stb. De valamit mégis megcsinál videókat. Én ezt most nem vágom, nem nézem a videóit, csak ezeket a videókat néztem meg. Meg egy párat még láttam, de nem nézem az összes videóját. Hülye vagy. Nem akarsz, hogy mondjam, bármi olyat tenni, amivel te fejlődsz. Nem. Egy egyszerűbb utat választod, magyarul csalni szeretnél, akkor hülye vagy. Eredetileg azért vettél te cheatet, vagy azért kezdtél cheatet használni, hogy nyerjél, nem? Nem az M&M volt a felső dolog, hanem én bizniszt láttam. Tehát befektettem egy X mennyiségű pénzt, amit én visszatermeltem körülbelül 3 nap alatt. Tehát, hogy nekem ebből lett egy PC-m akkor körülbelül 1 hónap alatt. Aha. Ami diák pénzben most nem azért, de hogy fölhozzak neked, sokan vannak szerintem így, de mit tudom én, nem élsz a legfényesebb körülmények között, mit tudom én, nem vagytok milliómosok, STB, akkor szerintem neked is olyan egy kis zseppénz úgy havonta, csak azért, mert játszogat suli után otthon. Értem, de azért mégis mások kárára elkövetett dolog. Nem sok más, mint amikor kirabolsz valakit és ellopod a pénzét. Az jelenlegi formájában van mai dolgokkal kapcsolatban. Kodiak azt mondja, nem sokkal más, mint amikor kirabolsz valakit. Sok kárára elkövetett dolog. Nem sok más, mint amikor kirabolsz valakit és ellopod a pénzét. Bazeg, hallod? Fú, így Lacika család bujócskában, és így elbaszta a Zánkoskának a játékélményét, a Sándorka pedig elmondta Zova néninek, és most mindenki Overwatchban kapott. Brr. Ugyanolyan játék, mint a fogócska meg a bujócska. Most ezt összehasonlítani azzal, hogy lopás, meg ilyenek, jó, hogy nem az emberüléssel hasonlítjuk össze, nem? Én nem azt mondom, hogy csaljon mindenki, mert pont leszarom, de most őszintén, ezt már az előző videóban per streamben is elmondtam, hogy a Valve konkrétan megadja a lehetőséget mindenkinek arra, hogy csaljanak, anélkül, hogy bant kapnának. Tehát, hogyha van egy icipici kis szürke állomány az agyadba, hogy tudjad, hogy a cheateket hogyan lehet úgy használni, hogy ne kapjál bant, akkor nem fogsz kapni bant. Az emberünk is elmondta, 10 report, vagy hát nem tudom, 11, hallottam én már 9-et is. Nem tudjuk, hogy ez hogy működik, amúgy Redditen olvasgattam, nem is olyan régen, talán tegnap olvastam még, hogy egy Valve employee kiírta, hogy amúgy ezek a reportos dolgok egyáltalán nem validak, de amúgy meg tesztelett, és teszteltük mi is, és amúgy meg de validak, tehát ugyanúgy a képünkben hazudnak. Izén is, Redditen is, meg mindenhol. Nagyon fura az egész. Igazából nem tudom, hogy ez a 11 reportos dolog, ez egyáltalán így van-e, vagy nem. I don't know. Annyit tudok, hogy a Valve nagyon durván engedi azt, hogy csaljanak az emberek. Valaki akar venni tőled What's Bypass-t. Azt a szót, amit most odaírtál, What's Bypass-t, be kell írni a Google-re, és ott van ingyen, konkrétan az első találat. És most time-out-ollak 10 percre. Az jelenlegi formájában a mai dolgokkal kapcsolatban, a mai cheat generációval kapcsolatban, meg a community-vel kapcsolatban teljesen így van. mert a mai csalók, azok teljesen, hogy mondjam, ők, nekik nincs az a faktor, hogy ők bármit szeretnének, ők csak csalnak. Teljesen céltalanul, nekik csak annyi a lényeg, hogy lecsaljanak téged. Hogy lássanak azt, hogy szenvedsz, hogy próbálkozol. Nekik ez az élvezet. Milyen heregói szél az a What's Bypass? A What's Bypass az azt csinálja, hogy a Steam-edbe injektál egy másik What's kernel fájlt, azt hiszem. Fingom nincs, hogy pontosan hogy működik, mert egyáltalán nem néztem meg, de amúgy open source, hogyha valakit érdekel és ért hozzá, meg tudja nézni, hogy működik. Konkrétan kikapcsolja What's-ot a gépeden, így röviden ennyi. TLDR. Hogy te tryhardolsz, te veszed az alkát, veszed a nagy kevót, ők meg kimennek midre és fejbelőnek téged digül a map másik feléről. Nekik ez az élvezet, hogy ők azt hiszik, hogy ennyi a játék. Sokan tényleg így vannak, tudom, hogy vannak olyanok, akik nem. Sokan így vannak, akik azt hiszik, hogy ú, de kemény vagyok most, mit tudom, fejbelőttem Kodiakot digüllel 1v1-ben most, én vagyok itt az Isten. Igen, tehát, hogy, és ez az undorító rész. Tehát, és vannak a, hogy mondjam, ez a, de mondom, hogy arisztokrata, de azok, akik felfogják azt, hogy hát figyelj, én most vettem cheatet, kipróbáltam, kibacoltak, ez van, szevasz. Van az a véglet, aki el se jut idáig. Van az, aki beleássa magát, mert érdekli, belelép a tócsába, elmerül benne nyakig, aztán megmondja, hogy nekem ennyi elég volt, és kilép belőle. Most nem azt mondom, hogy ez vagyok én, de mondom, én megúsztam egy vacban nélkül az egészet, ezt a 6 évnyi dolgot, amit szerintem nem sok ember mondott el magáról. Mármint egy vacbant kaptál, nem? Az első accountodat bandolták. Ez nem vacban, az Overwatch. A cheat mai napig nem kapott vacot senkinél, senkit utólag nem ítélte az anti-cheat rendszer. Én egy reportbot által kaptam Overwatch bant az anti-aimemre. Bekapcsoltam egy legit anti-aimet, ami annyit csinált, hogy fölcserélte a fejem helyét 15 fokkal. Magyarul a fejem előre nézett, de a hitboxom meg kicsit jobbra volt. De ennek nem kéne látszani Overwatch-ben, ennek pont ez a lényege, most akkor miért az... Néztem minden AVP-be, hiába lőtték a fejemet, nem tudták előni. Csak ezért kaptam igazából, hogy... Csak ezért kapta. De az Overwatch-ban nem lehet látni. Az Overwatch-ban nincs third person, nincs név, az Overwatch-ban nem lehet látni a hitboxokat, akkor milyen faszról beszélünk? Most akkor legit anti-aim vagy sima anti-aim volt? Mert ha sima anti-aim volt, akkor lefelé néztél és pörögtél. Akkor igen, akkor látják Overwatch-ba és valószínűleg pont is fogsz kapni, de a legit anti-aimet nem lehet látni Overwatch-ba egyáltalán. Mindegy, ez egy hosszú sztori. Hosszú sztori, igen. Én is inkább ezt így bypasselném erre a választ, mert erre nem lehet értelmes választ kapni azután, amit mondott, mert ez hülyeség volt, amit mondott. Nincs értelme elbeszélni, mert körülbelül 3,5 éve volt, vagy 4 éve lassan. Semmi értelme gyakorlatilag. Volt, amikor csak azért mentem bememezni, hogy funkciókat teszteljek, hogy megnéznem, hogy az emberek reakciója mi, amikor megállok a spawnon, és akkor lövöldözi a fejemet, és nem tudja eltalálni. Hát a játék az megengedte ezt. Gyakorlatilag mondom, nem kellett órákat fetszelni ebbe a dologba. Egy 5 perces dolog. És gyakorlatilag, hogy mondjam, büntetlenül meg tudod csinálni. Tudom, hogy ez bűn, de vannak szintek. Az első dolog, amit kipróbáltam, az egy privát cheat volt, esküszöm neked a mai napig képes lenne működni, hogyha megfixelnék a DLL injektorját, illetve van benne egy olyan rész, ami miatt crashel a cheat, de alapvetően még mindig ismerem a csávót, aki írta. Ez a cheat volt a Cyberity, és Necromancer írta, egy magyar rendes fejlesztő hivatású. Hát az az ember működne, vagy hogyha ez a cheat működne, azon meglepődnék. Azt mondta, csak az injektort kell fixelni, és azt mondta, hogy először ezt a cheatet próbálta ki. Most a Cyberity az körülbelül 2016 volt. Szerintem. Én nekem, ez így rémlik, annyira nem emlékszem, de így rémlik nekem is. 16 körül lehetett, vagy 17, valahol a 2 között. És az emberünk azt mondta, hogy 2014-be kezdett el csalni. Tehát azt mondta, hogy az előbb, hogy 6 éve kb. És azt mondta, hogy a Cyberity-t próbálta ki először. Tehát itt is, ő is egy időutazó, mint az előző. Valahogy, nem tudom. Nem értem. Miért mondunk olyan időket, amik nem vadidak. Vagy most nem akarok annyira kitérni erre, hogy most úristen rossz időt mondott, lehet, hogy félre mondta. Tök mindegy, csak akkor is. Egy tök olyan cheatet mondott, ami nem annyira az első cheatek között van azért. Az is egy... Hát szerintem paste volt, de nem próbáltam ki, nem vágom. És programozó árult ezt a privát cheatet, körülbelül 30 embernek volt meg, ez egy internál cheat. És most mielőtt még tovább mennék, rátérnék igazából a legfontosabb dologra, rendbe tenni az egész cheat bizniszt, hogy mi az egész, hogy működik, és hogy mi köze van minek mindenhez. Vannak ugyebár a free cheatek és a pay to cheatek. A pay to cheatet gondolom nem kell bemutatni, fizetsz egy személynek, cégnek, vállalatnak, weboldalnak, tök mindegy, valakinek, aki pénzért neked csalást ad. És vannak a free to cheatek, pontosabban ingyenes cheatek, például az EasyFlex Public, ami egy idő után ugyebár vacbannos lesz, STB, erre is majd rátérek. A pay to cheateknél legtöbbször automatán frissülő cheat, vagy pedig a fejlesztett cheatek vannak. Ezekből is van két fajta. Mind a kettő kategóriában. Kodiak nem tudná jobbá csinálni ezeket a videókat. Esetleg irányított kérdésekkel tudná jobbá csinálni ezeket a videókat, de nem tudja mit kérdezzen, mert nincs benne, nincs benne ebben az egészben. Finga nincs róla, mit kérdezzen. Az baj, nem ért hozzá, nem ismer olyan embereket, akik értenek hozzá, és nem tud releváns embereket kérdez ki. Lehet, hogy írok neki egy e-mailt, de nem akarok annyira Kodiak videóba szerepelni, nem tudom. De hogyha meg már igen, akkor már arccal, névvel, akkor már webkamerával, meg minden, nem? Tehát most... nem? Górián belül. Tehát akkor... Mondjuk nem hiszem, hogy Kodi bármit is szeretne velem csinálni, nem hiszem, hogy annyira kedvelne engem, sőt, inkább nem kedvel, de hát most bezzeg, nem tudom. I don't know. A következő ágazás az az, hogy internál és externál cheat. Nem kedve, imád. Az internál cheat, az a DLL, magyarul úgy működik, hogy vagy van egy launcher, mint például egy alkalmazás, amiben rámész, hogy inject, és akkor beküldi a játékba a DLL-t, a memóriához hozzárendeli, bejuttatja a játékba akármilyen formában, vagy a játék GUI-ját használja, vagy egy külsődleges GUI-t, amiről az előző videóban is mesélt a másik emberke, hogy például egy Discordnak a GUI-jára, akár egy Teamspeaknek a GUI-jára, akár egy Rivatunernek, akár egy MSI Afterburnernek a GUI-jára, ki tudja. Ne kérdezz meg, vagy nem tudom, ahogy érzed te dolgod. Tudja iratni, vagy akár a játék ingame GUI-jára is, tök mindegy user interface-re, bocsánat, tök mindegy. Igazából az a lényeg, hogy a játékon belül fut mindegy kiterjesztés. Az externál cheat ezzel ellentétben pedig egy új ablakot nyit meg, egy külső program befolyásolja az adott memória címeket, tök mindegy, hogy hexaditeli, vagy pedig simán binárisan aditeli, vagy esetleg módosítja, leolvassa, tök mindegy. Az externálok általában legtöbbször AIM-botok, tehát radar, VH, kirakod a másik monitorra a radart, vagy pedig egy tök mindegy mit. Egy térképet ki fog jelezni, hogy mihol van, mit tudom, fegyverek eldobva a mappon, vagy emberek kolának. Igazából sokfajta verziója van. Az a lényeg, hogy ez a két fő verzió van. Az internálon belül van több fajta. Az internálon belül megkülönböztetünk olyat, ami egyben van, tehát hogy egyben DLL, vagy pedig map library is DLL, ami azt jelenti, hogy a DLL-hez külön kötegfájlok kapcsolódnak. Ami lehet, hogy egyben DLL, tehát hogy egy fájlt injectelsz be, de lehet, hogy több fájl van egybe gyúrva, mégpedig azért fontos, hogy mondjam, megkülönböztetni, mert teljesen máshogy működik a kettő. Tehát az egyiknél egy ablak fog megnyílni, a másiknál pedig komplet menü sor van, mégpedig a GUI-nál. A GUI ugyebár az a user interface, ami grafikai user interface jelent, és te itt egérre tudod beállítani, hogy éppenséggel itt hogy szeretnéd lecsalni. Gondolom eddig megvannak a dolgok, hogy ugyebár egyiknek mi az előnye, hátránya. MMHVH-ban legtöbbször ugyebár internát használnak, mert sokkal több funkciót lehet csinálni, ugyebár mindenki által ismert pörgő AIM, ami igazából az anti-aim. Ezt externálban is meg lehetne csinálni, csak semmi értelme nem lenne. Hányszor kutkál egy ilyen cheat, amit ennyire bonyolultnak próbálnak beállítani? What bypass kb 20-sor. Jó, de what bypass nem egy cheat. Ezen valami legalább érti, miről beszél nagyjából. Az előző videóban a kedvencem a Tarkov cheat fejlesztőnek állította magát. Igen, szörnyű. Az előző videó szörnyű volt. Ez egyelőre úgy néz ki, hogy jobb, de valaki azt írta nekem, hogy rosszabb. Valaki azt mondta, hogy rosszabb lesz, mint az előző, szóval nem tudom. Tehát, hogy az a lényege, hogy kickbase-t és a hitboxot befolyásolja. Ugyebár számodra ismert az, hogy van 64 és 128 cikkes szerver. Ugyebár egyiken könnyebb behopolni, mint a másikon. Ez azért van, mert második base update, magyarul más szervernek az update rétje, ugyebár hogy a karakter, hogy mondjam, a térben update-elődik, kerül egyre arra pozícióról pozícióra, az máshogy kezelődik le a játék szervernél. Ezáltal, hogyha jobb játékosok játszanak, 128 cikk előnyösebb. Na már most. Ez cheateknél pont fordítva van legtöbbször, mivel a 64 tikken egyszerűbb lekezelni, mert kevesebb információt kell feldolgoznia. Ezért van az, hogy 128 tikken sok cheat nem igazán működik rendesen, és a profi cheatekre rátérnék egy picikét, mivel mondom, ez érdekel téged jobban, ugye első körben. Legtöbb profi cheat external per hardware-based, különböző driverekhez vannak kötve, például egereknek a drivere USB eszközként ismerődnek fel, és igazából, hogyha nem is használják az eszközt, képes, hogy mondjam, kiolvasni a játék memóriából olyan dolgokat, olyan programnevekre hivatkozva, vagy folyamatokra hivatkozva, amit alapvetően nem kap egy digitális aláírást, ami által az anti-cheat egyszerűen elkerüli, tehát hogy másként értelmezi, és egyszerűen nem érdekli annyira, sokkal óviosabb dolgot talál annál, hogy ezt feszegesse, hogy az mi. Tehát legtöbbször, mit tudom én, aláírják, hogy MSI Gaming Mouse, MSI Incorporation, hamisítanak neki egy digitális aláírást, és akkor az anti-cheat azt fogja egér. És ő nem azt fogja nézni, hanem sokkal óviosabb dolgokat fog vizsgálni a játékodban, a célzásodat, a mozgásodat, a mit tudom én, jó, de most alapvetően ez nem új dolog, hogy lehet bypasselni egy anti-cheatet úgy, hogy hardware-be építesz cheateket. Ez nem egy új keleti dolog, tehát ezt már csinálták a 2000-es években is, nem 2010 előtt 1.6-lanokon. Ilyet már csináltak régen is. Ott amúgy sem anti-cheat ellenőriz szerintem. Tehát én nem hiszem azt el, hogy egy, mondjuk egy pro meccsen, faszom tudja, nem követem már egyáltalán a pro meccseket, de mit tudom én, egy Fnatic játszik egy Cloud9 ellen, nem tudom, hogy ott milyen anti-cheat fut a szerveren, de biztos vagyok benne, hogy nem annyira egy hú de komoly anti-cheat, mivel alapvetően úgy állnak hozzá azokhoz a profi emberekhez, hogy ők valószínűleg nem fognak csalni, vagy ha meg igen, akkor úgyis látszani fog utólag, meg hogyha igen, akkor úgyis olyan szoftver fognak használni, ami nem detektálható semmilyen úton, módon. Vagyis hát valahogy biztos, csak jelenleg nincsen meg rá a megfelelő eszköz ott éppen. Ja, tehát nem tudom, fura. De amúgy igen, a profik is csalnak, vannak olyanok, akik csalnak, sőt, LAN-on is csaltak, már tök sokan volt rá példa, nagyon sok. És most akkor gondoljatok bele, hogy ahány embert elkaptak, meg lebuktak LAN-okon, gondoljatok bele, hogy mennyi van, aki nem bukott le, és ugyanúgy csinálja tovább. Mennyi csaló, mennyi profi lehet, aki csal. Egy minimális cheatekről is beszéltünk, tehát ilyen minimális AIM. Icipici, tehát nem az, hogy rángatsz össze-vissza, csak így éppen, hogy a feje mellé kattintasz egy pár pixelet, de pont eltalálod a fejét, és lehet, hogy pont ezen múlt az egész meccs. Ott van például Kelly, aki úgy nyerte meg konkrétan a meccset, hogy DAS 2-n felugrott, és USP-vel fejbe lőtte a Pasha Bicepset. Ott is volt csalás, mondjuk én meg tisztában vagyok azzal, hogy nincsen no spread. Egy cheatben nincsen no spread. Meg akkor már fixelve volt ez, meg hát ez LAN-on történt. Tehát nem egy HVH cheat volt injektálva, magyarul nincsen benne no spread meg ilyenek. Hogy a faszomba gondolták azt, hogy az egy cheatet lövés volt, semmi köze nem volt a cheathez annak a lövésnek szerintem. Az szimpla szerencse volt amúgy. Bolond Kukli. Szimpla szerencse. Az, hogy felugrasz és eltalálod USP-vel, mert a cheat levegőben ugyanúgy... Tehát a cheat levegőben nem tudja eltalálni az embereket, mert van egy szórás a játéknak, ami random. És azt nem lehet egyáltalán így megjósolni, hogy mi az a szórás. Ez így nem tudom, érthető-e volt olyannak is, aki így laikusként hallgatja a streamet, de remélem igen. Tehát hogyha futsz, ugrasz, akkor kevésbé vagy pontos, mint ha A-nál vagy Google-nál. Google-ba vagy a legpontosabb, ugyebár. Amúgy egy bizonyos távolságban van fix hit levegőben. Nincs. Hát a spread, az mindenhol működik. De annak a hitnek nem volt semmi közel a cheathez. Nyilván. Crosshair placementedet, az, hogy lövéseknél mekkorát ránt az örekójét, csomó mást. Mondjuk a WAC éppenséggel ezeket sem nézi, mert nagyon buta anti-cheatről beszélünk, de nem is ez a lényeg. Visszatérve, nem mennék tovább, vagy továbbiakban. Visszarúgva az előző pontra a labdát, internál MMHV3-ra használják legtöbbször, ugyebár ismertebb, hogy mondjam, régebbi márkák. Ugyebár a skit, azt gondolom ismered, Aimware, akkor Interwebs, mindenféle Namehiderrel, teletűzdel, szar, Aiver posztáktól kezdve, Supremacy, csomó ingyenes is. A Supremacy már nem is létezik amúgy. Cheat, amivel, hogy mondjam, lecsalhatnak téged, ezeket ugyebár az emberek fizetnek, fejlesztők kiadnak bele több verziót, van belőle Open és van belőle Beta. Az Openről azt kell tudni, hogy bárki megveheti regisztráció után, injectedi, hajrá, a Bétát viszont azt, hogy mondjam, felsőbb körök kapják csak meg, akik több hónapja előfizetőek. És utána, hogy ez meddig tart nekik, attól függ, hogy meddig akarják, meddig fizetik, meddig van rá pénzük. Funkciókra visszatérve, hát externáloknál ugyebár gondolom a EasyFlex-et azt ismerik. Olyan tudod, egyszer használtam Aimware-t 2017-ben azt hiszem, vagy 16-ban, akkor HVH-ztam bele, akkor az volt a legjobb, szerintem. De amúgy az Interwebs is kurva jó volt, akkor éppen. Az a kettő volt, ami nagyon jó volt szerintem. Akkor még az kit sehol nem volt. Nem tudom, fasz tudjam, most hogy lehetne mondani véleményt róla? Nem használtam mostanában semmilyen cheatet, szóval nem tudom. Mert ez egy népszerű externál cheat, népszerű módon kapnak az emberek vele játékkitiltást. Mégpedig azért, mert egyszerűen outdated lesz a cheat, mivel gyakorlatilag ugyanazt folyamatosan update-elgetik és telebasszák jam-kóddal. Bocsánatok áramkodásért, de nem tudok szebbet szót találni arra, hogy ugyanazt a cheatet körülbelül eladják minden egyes hónapban, annyi különbséggel, hogy forráskodot teletűzletik mindenféle hibás kóddal azért, hogy megtévesszék vele az anti-cheatet. Ez ingyenes, nem? Eladják, mert van belőle fizetős és van belőle ingyenes is. Mert az EasyFlex-ből van ugyebár a teljesen undetected verzió, amit frissítenek, és van belőle az, amit kiadnak. Mindig az előző hónapit, ami már úgy mondom outdated, kiadják, hogy nyugodtan használják. Amúgy az EasyFlex az állítólag nem is működik. Mármint, hogy a fizetős verzió is amúgy állítólag egy scam. Nem várom, hogy ez így van-e. Azt tudom, mennyibe kerül, de fasz tudjam. Érdekes. De hát az valószínűleg akkor le fog bukni. Ez a lényege, ez a lényege. Mi más lenne a lényege? Tehát nem veszed meg, használod, ameddig úgy mondom, nem lesz bacos, aztán ennyi volt. Senki más nem érdekel, aki úgyis akar regisztrál a másik akkor. Hát hogyha megveszed és nem kapsz semmit, akkor végül is undetected a cheat, mert pont nem fogsz kapni. Pontot. Tehát az olyan csalók, akik nem érdeklődnek azáltal, hogy az akkontjukat kibannolják, azok meg is érdemlik szerintem azt, hogy már ilyen szarhulladékot használnak, akkor már bocsánat a kifejezésért, de tényleg semmi jó nincs benne. Nagyon buta cheat. Hogyha összeakad egy nagyobb kutyával, egy komolyabb HVH-val, HVH tapasztalattól és cheat-tel rendelkező emberrel, mint az EasyFlex, akkor gyakorlatilag el lesz rúgva segge hat irányból. Mert egy egyszerű Aiver posztával, ami anno cheats-ről beszerezhető, nem a reklám helye, de bármilyen fórumról beszerezhető forráskódot, gyakorlatilag az offset-based leupdate-eled, offset-based-be találhatók azok a memória címek, és hogy mondjam, egyéb külső források, amik szükségesek ennek a DLL-nek a működéséhez, magyarul magát a DLL-t a játékos csatolják, ezek az offsetek. Ezeket kell folyamatosan frissítgetni, és gyakorlatilag egy source code nagyon sok ideig képes így működni. Ilyen source code-ok nagyon népszerű, Aiver poszták, Aiver posztától akkor beszélünk, amikor van egy Aiver forráskód, ami gyakorlatilag az Apokalipsz, Armageddon, Dead End, Evil Squirrel, tök mindegy, rengeteg fajtája van, ugyanaz az összes, ugyanazokat a funkciókat tudja, más rajta a GUI, egy-két dolog más benne. Igazából, mondjam, éppenséggel, akinek volt 5 perc szabad ideje átírni a nevét, meg átszínezni a menüt, az körülbelül Aiver posztázónak hívhatja magát, mert körülbelül készen is van a cheat, a WAC nem fogja megtalálni. És Kodiak olyan tudja, mi a faszom ez az Aiver paste amúgy, tehát... Meg amúgy... Aiver az nagyon outdated. Vannak sokkal jobb és újabb source kódok fönn fórumokon, amikben sokkal több funkció van, ami már nem broken és működnek. I don't know, de nagyon érdekes. Na mindegy. Nem tudom, olyan szavakat mond Kodiaknak, amire a fingja nincs az embernek szerintem. Tehát úgy mondja, mint hogyha egy haverjának magyarázná, pedig amúgy egyáltalán nem. De amúgy, de a tök nyilvánvaló dolgokat pedig elmagyarázza, amiket amúgy még mindenki tud, tehát nem értem. Mondjam, további fontos dolog ezzel kapcsolatban az, hogy nincs undetected cheat. Olyan nincsen, hogy nem lesz undetected soha egy cheat. Olyan van, hogy rohadt nehezen beszélsz róluk. Tehát, hogy tudatosan undetected cheatet csinálni hosszú időre, vagy egy végtelenség időre gyakorlatilag lehetetlen a pasztákkal. Ha egyedileg lekódolsz valamit, akkor valószínűleg az lesz, mivel nem fogja sok ember használni, nem lesz a WAC-nak elég mintája hozzá, mivel a WAC az nem egy anti-cheat maga, hanem modulokban épül föl. Tehát van 10 vagy 12 darab WAC modul, ami különböző módon hat a játék részeire, különböző dolgokat vizsgál. Van modul az Untrusted-re, van modul a játékbeli célkereszt placementre, van modul a mozgásra. Az Untrusted-nak köze nincs a WAC-hoz amúgy, nem? Tehát az Untrusted az a játékban van implementálva, akkor nem tudom miért mondja, hogy az Untrusted-re van WAC modul, mert hogy a WAC az kurvára nem a köze nincs az Untrusted-hez. Az Untrusted az azért game-ban, mert a game developereknek a saját anti-cheatje benne a játékban érzékelt valamit. Nem a WAC érzékelt. A WAC az lófasz nem érzékel. A WAC az nem arra való, hogy azt nézze, hogy te a játékban mi a fasz csinálsz, hanem csak azt nézi, milyen programok futnak, meg mit hova injektálsz. Ennyi. De az Untrusted az a szerveren azt nézi, hogy te hogyan viselkedsz, miket csinálsz, meg ott is azért valamilyen fájlokat azért néz, mert volt olyan cheat, amit... Magát az... amúgy nem tudom. Maga az injektelés szerintem nem okoz Untrusted-et. De hogyha mondjuk egy olyan anti-aimet használsz, hogy fejjel lefelé van a kamera, akkor igen, akkor kapsz. Akkor pont fogsz kapni nagyon hamar. És Untrusted-et, nem pedig WAC-ot. Van modul a különböző ilyen teleport, meg ilyen hülyeségekre, tick-based manipulációra van benne modul. Talán magára, hogy amit injektálsz, tehát hogy magára az injection state-re is van benne modul. És nem tudom az összes modult fejből. Az a lényeg, hogy mikor mi ezzel szarakodtunk 2018 környékén, elértük. Figyelj Pixel, én most éppen ezzel szenvedek. Majd lehet, hogy csinálok erről egy videót, vagy nem tudom. Jelenleg olyan akuntom vagyok, aminek piros a stress faktorja. Állítólag úgy tudsz zöld stress faktort csinálni magadnak, hogy sokat játszol, és pozitív tagja vagy a Steam közösségnek. Na most, feltöltöttem 6000 screenshotot, 6000 órát belenyomtam kurva sok játékba összesen. Folyamatosan ment a szerveremen a játék magától. Amikor én nem voltam itthon, akkor is. Próbáltam mindent. Konkrétan mindent megpróbáltam. Kommentelgettem embereknek, csináltam workshop itemeket, feltöltöttem a YouTube videóimat a Steam izémra. Semmi. Kommenteket is Steam levelt upgrade-eltem, mindent csináltam, geci, és nem működik. Vacos barátokat töröljem ki, megpróbálom, de szerintem nem fog segíteni. Azt, hogy a 12-ből 8 modult nem tudott a játék elindítani, tehát olyan szinten tudtunk hozzányúlni annó a WAC modulokhoz, még az a nagy update előtt ugye bármi. Veszel item-et? Tesó, nyitottam, hogy 30 ládát az elmúlt 2 hónapban, nem csinált semmit. A support sem segített. Mielőtt a játék ingyenes, tehát bla bla bla. Mondom, ezeket a dolgokat ismered, hogy gyakorlatilag képesek voltunk arra, hogy ingyenes cheatekkel játszottunk M&M-en, anélkül, hogy WAC-ot kapnánk, amik bőven WAC-osak voltak. Azért, mert meg tudtunk egy olyan drivert írni, egyik ismerősöm segített benne nagyon sokat, hogy gyakorlatilag a drivert elindítottuk, azután indítottuk el a Steam-et, rendszergazdaként mind a kettőt persze, azért, hogy a Windowsnak legyen felügyeleti eszköze hozzá, és utána indítottuk el a játékot, és utána pedig az injektort, aztán pedig a cheatet beinjekteltük. Az injektorban az nagyon fontos, hogy arra kaphatsz Untrusted nevű bont, ugyebár ez az a ban, amit nem a vac nyom rád, hogy nem egy vac ban, nem a sárga, hanem hibázik szürke, piros jelzés. Ezt arra kapod, hogyha a digitális aláírást megsérted ugyebár injektelés közben, magyarul olyan memória címet sértesz meg, amit a játék nem szeretne, hogy megtegyél, illetve arra kaphatod még, hogyha az anti-modern trust, most tök mindegy, ez nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt elértük, és Easy Flex-el tudtunk játszani community szervereken, ami körülbelül egy ilyen 3 hónapja már fixen WAC bannos volt, tehát fixen bannolt érte a WAC 1-2 órán belül. Mi ezzel tudtunk hódnyugodtan játszani, tehát visszacsatoltunk egy olyan ágat a WAC-nak az indulásakor, mint amikor el tudod képzelni, vannak ilyen kis kapcsolók, mint amikor bekapcsolnak, mint tudom én, egy gépet, többen egy erőművet például. És vannak ilyen visszajelzők, hogy zöld, hogy minden zöldet kapott. Na már most megcsináltuk azt, az első 2 WAC modul betölt. Az első 2 WAC modul, ha jól emlékszem, fixen úgy van megírva, hogy előtölti az összes többi WAC modult. Azokkal nem bírsz mit csinálni, mert olyan a programág, hogy ha nem indulnak el a következő WAC modulok, az 1-2 úgy mondom, akkor a játék se indul el. Az alapkövetelmény, hogy fusson az a backnek, úgy mondom, a kernel szintű folyamata, az nem tudsz hozzányúlni. Viszont a többi modul, az viszont egy ilyen load library-s folyamattal töltődik be, nem manuál mappinggal, magyarul megállítható a betöltődése azzal, hogy te hamarabb elhitetted az anti-cheat, be van töltve, mint hogy valóságban betöltődne, és nem tölti be teljesen. Magyarul hibásan indul el, de ezt nem fogja, hogy mondjam, különösebben észrevenni, ezért bármit csinálhatsz a játékkal. Amíg nem sérted meg azt, hogy az anti-aimot nem lehet több, mint Javban 180 és pitchben 90 fok, addig... Most ilyen dolgokat mond az ember Kodiaknak, Kodiak ezt biztos, hogy érteni fogja amúgy. Én értem, de Kodiak nem érti úgyse. Teljesen nyugodtan csalhatsz akármit. Maximum Overwatch-ban kaphatsz. Léci. Illetve... Mert én nem hiszem, hogy Kodiak ezt ért. Láthatnak a community anti-cheatek, mert community-n ugyebár vannak ilyen utólag hozzáadott anti-cheatek, custom szervereken, amik kivághatnak érte. De azon kívül semmi. Mert egyszerűen az anti-cheat nem működik rendesen. Ezt nagyon könnyű elérni, legalábbis régen nagyon könnyű volt. Körülbelül egy olyan 3 kilobájtos source code megírása után kiválóan működött a dolog. Utána volt egy olyan nagy update, ami tönkrevágta az egészet, és utána nem lehetett ezt a dolgot használni, mivel már erre kaptál egy bant. Jött rá egy másik metódus, ami valameddig működött, azt nem próbáltuk ki, de akkor hozták azt vissza, hogy visszajött a server crasher nevezetű dolog, ami gondolom neked sok fejfájást okozott, mert sokszor csinálták az csalók, hogy lecsalták a meccset, server crasher utolsó körben, mielőtt még ugyebár kiadná a rankot, elkezdték nyomni, szerver összeomlott, Overwatch demo nem készült, mivel nem tudta elküldeni a szerver, mi összeomlott, de a playerek megkapták az XP-t, megkapták a rankot, megkapták a droppokat. Magyarul lecsalhattál naponta több meccset is, akár 20-30-40-et volt, amikor mi is csaltunk le 20-30-at. Ment is, tök mindegy volt. És nem számított semmi, mivel akkuntokat boostoltunk globálig. És mivel nem készült Overwatch, de amúgy egy fix metódus volt arra, hogy ne kapjál band, és akkuntokat tudjál fölvinni, ázsvég giftes akkuntokról beszélünk, $5 volt régen darabja, eladtuk őket 20-30-ért. Naponta egy csaló játszott egész nap végig, 4 akkunt, pluszba ugyebár az 4 akkunt számolt ki, hogy naponta mennyi volt, egy nap alatt föl tudtuk őket mindig globálig, mivel 10 meccs után SOS2-be dobta őket. Volt ebbe biznisz, igazából nem volt benne semmi nehézség. A másik verzió, amit én, hogy mondjam, jobban szerettem, az a saját fejlesztésem volt egy picikét, ugyebár AIM, Tux, Linux verziós cheat, free forráskód, mindenki számára elérhető, gyakorlatilag 7 percnyi gondolkodásra, működésre bírható szabadon, hogy mondjam, akár ingame is átírható benne pár dolog, mivel az forráskód ugye teljesen nyílt, azt csinálsz vele, amit szeretnél, gyakorlatilag free célnyelv az egész. Bementél fórumra, raktál bele új anti-aimokat, nem tudom, leállítottad az offseteket, működött tovább. Az AIM Tuxot én körülbelül egy olyan fél egy évig használtam. Nagy előnye az AIM Tuxnak az volt, ott elküldtem a képeket ugyebár az akkonton, meg tudod őket nézegetni, azok az ilyen nagyon szép kék rózsaszínes képek. Azok mind azzal készültek. Nagy előnye volt, hogy ingyenes volt, gyakorlatilag csak egy Ubuntu Linux kellett hozzá, pörögtad a gépedre, tudtál csalni, Linuxon nem volt gyakorlatilag anti-cheat, még nem nevezném annak, gyakorlatilag semmit nem nézett. Tehát, hogy olyan szinten, tehát, mint nem is futott volna anti-cheat. Tehát szó szerint, még hogyha pörgőaimozta és MM-be, semmit nem nézett. Semmit, akármit csinálhattál, csak Overwatch-ban kaphattál. Nem kaphattál vele WAC-et, mivel nem volt WAC Linuxon gyakorlatilag. Ugyebár jött egy nagy update, és ezt is tönkrecseszték, és outdated lett az egész. Ezáltal ugye bedetekted lett az AIM-tux, mivel ő csak egy load library-s dolog volt, nem manual mappinges, ez a két nagy injektor van. Load library az, mondom, egyértelmű, célkönyvtárba jutott el fájlokat, manual mappingnél pedig a DLL-t, hogy mondjam, különböző fájlok attribútumai közé illeszti be, olyan szinten, hogy ne vegye észre a pont is. Annyira arról próbál beszélni, hogy működnek a cheatek. Miért? Tehát ez egyáltalán nem érdekes, ez csak geci unalmas. Szerintem, legalábbis. Nem tudom, hogy Kodiak miért nem mondja neki, vagy nem tudom, miért nem szól bele. Szerintem ez így geci unalmas, hogy ezt magyaráz, hogy hogyan injektelődik, meg ilyenek. Az, hogy te mit használsz. Ugyanígy működik egy rivatuner, ami ugyebár az MSI Afterburner-nek a GUI-ját juttatja be a játékot, ami tudod monitorozni azt, hogy mit tudom én, mennyi van a processzor kihasználtságod, memória kihasználtság, videókártya, hőfok, STB, ez így nagyjából világos, remélem. Ugyebár az OBS is egy ilyen DLL-t injektál be a játékodba, ezáltal tudja rögzíteni. És bár ezért van az, hogy nem tudtál OBS-sel streamelni a CS:GO update után, mivel a CS:GO-ban meglépték azt, hogy a Trusted módban indul a játék, akkor nem tudod játékot, mint játékablakot rögzíteni, se streamelni, hanem képernyőfelvételként kell neked csinálni. Ez nem régiben történt, ha jól tudom, ugye? Igen, igen. Na, pont ezért. Megsúgom, hogyha az OBS-t a Windows mappába telepíted, akkor ugyanúgy működik, mert a Windows mappába bármilyen DLL-be tudsz injektelni Trusted módban is. Ennyire jól működik ez az anti-cheat, amit nagyon sokat dolgoztak. Hogyha Windows mappába teszed a cheatet, akkor ugyanúgy tudsz csalni. Van, mert hogy ezzel egy nagy adag cheatet kiszűrtek. De a cheat fejlesztőket ez nem igazán akadályozza meg, mivel ez csak a játék újra vonatkozik. Tehát magára a játéknak a megjelenítő felületére vonatkozik. Ki mondta, hogy azt kell használni. Gyakorlatilag létrehoznak egy új GUI-t, egy átlátszó GUI-t, amire kiratják neked ugyanúgy a játékmenüt, ugyanúgy a VH-t, ugyanúgy az összes létező, hogy mondjam, ESP-be belefoglalható dolgot. Az ESP a wallhack per bővítmények, magyarul a CHEMS, az, hogy kiszínezi a fegyvereket, a skin changer, hogy mondjam, különböző ilyen segédletek, hogy hol vannak fegyverek a pályán, STB, ez mind belefoglalható az ESP-be, ez a visual tab, és gyakorlatilag ez most tök mindegy, hogy hova van kiíratva. Mi például megcsináltuk azt, ezt neked poénból mondom, az MSI Afterburn-t azért hozom fel mindig, mert kiváló alap volt ehhez. A Rivatunernek az injektorát használtuk, mi csomó ideig azért, hogy délelőtt injekteljünk CS:GO-ba és free-be csaljunk, mivel kapott egy digitális aláírást egy olyan gyártót, amit nem lehetett hamisítani. Mert senkit nem érdekelt az, hogy az Nvidia által aláírt, vagy AMD által aláírt driveren belül fut egy MSI által aláírt licenszes DLL injektor. Tehát a játék egyáltalán nem vizsgálta meg ezeket. Aztán erre is jött egy update, de mindig jön egy update, ami ezeket foltozgatja, de úgyis van másik. Mert aztán meg gyakorlatilag fogod, van egy free source font, szintén valami, hogy mondjam, itt megosztó oldalon, fogod, Ctrl-C, Ctrl-V, kimásodod, belejavítgatsz egy kicsit, átjavítasz benne egy-két dolgot, friss offseteket beírod. Ezt be fogok aludni ezen a videón. Ezt no joke, kell kell mondom, geci unálmas. Lesz még ebbe bármi olyan, ami nem arról beszél, hogy hogyan működik egy kurva cheat? Mert lesz arra, hogyan működik egy cheat. Offsetek, brá, jó, hát tudjuk. Gyakorlatilag csak egy új aláírás kell neki, mert a projekt legtöbbször csak ezeket nézi. Mivel Untrusted Band kaphatsz injektorra is, de ahhoz, hogy ezt megkapd, ennek az aláírásnak egyezni kell az ő adatbázisában található valamelyikkel. Ha te hogy újat adsz meg neki, ami számára még nem ismert, akkor csomó időbe telik, amíg ezt, hogy mondjam, beazonosítja. De ezzel együtt jár az, hogy utólag is megkaphatod rá a vakbant. Hát, hogy mondjam, az Untrusted Band vagy a vacot ugyanúgy megkapod rá később. Nem nevezném magam programozónak, én egy Aiver posztázónak talán hívnám magamat, mivel csináltam cheateket, de ezeket bárki képes lenne megcsinálni, aki 5 percet foglalkozik vele. Az elején még azt mondta, hogy ő olyan cheateket csinált, amiben volt munka, meg volt benne elképzelés, meg ilyen, meg olyan dolgokat tett bele a cheatjébe, meg hogy ilyen király cheatet csinált, meg olyan király cheatet csinált, most meg hát én inkább paste-elnek hívnám magamat, mert ezeket amúgy bárki meg tudja csinálni. Az egésznek a művészete ott van, hogy én ezt el is adtam. Tehát nekem voltak konkrét vevőim, bitcoinnal fizettek, volt weboldal hozzá, készítettem hozzá adatbázist, inkább az a része volt, ami lekötött engem, és ezeket én gyakorlatilag havi szinten update-eltem. Tehát akkor igazából ebből egy üzletet csináltál? Privát kis üzletet, egy ilyen kis mellékesként csináltam magamnak ezt szórakozásból, hogy mondom, kíváncsi vagyok az, hogy meddig húzom. Ezt mind csak úgy, hogy rákerest az interneten. 4 évvel ezelőtt, vagy pontosabban 6 évvel ezelőtt most onnan indult, de 2018-ra már lett belőle egy körülbelül havonta $500 termelő kis saját bizniszem, ami teljesen anonim módon futott az interneten, bitcoines számlámra fizettek, ilyen kis, kis promó videókat is csináltam hozzá, ez például még publikus, ez ilyen 18 környéke volt, kb. Az utolsó update, mielőtt még jött a mindent is tönkrevágó anti-AIM, anti-update, amikor az anti-AIM-okat tönkretették, mivel annak is van egy története, hogy hogy indult, ugyebár régen csak azok voltak, hogy down-back war, és akkor az ember a földet nézte, plusz hátrafelé volt fordulva, és akkor háttal közlekedett nézve a földet, tudod. Aztán jöttek azok, hogy össze-vissza pörögtek, meg össze-vissza rángatóztak. Aztán jöttek a lower body NT-mek, amik már ott, ott benne egy kis trükk, mivel az egésznek a lényege az, hogy ugyebár van a karakterednek egy ilyen kitérítőségi szöge. Hogy mit tudom én, fordulsz egy kicsit balra, meg jobbra, és az overbody az nem mozdul utána, vagy róla a lábad. Tudod, csak a pisztoly mozdul utána. A overbody NTM az úgy működik, hogy égbéz manipulációt használ arra, hogy neked ezt megtrükközze. Tehát lehet olyat csinálni, hogy az overbody az, mit tudom én, 90 fokkal el van fordulva. Ami ugyebár játék szerint lehetetlen lenne, de mivel a tickbase manipuláció során ez nem kerül, vizsgálásra, meg semmiféle ilyen, algoritmus által, ezért meg tudod azt csinálni, hogy te balra nézel, a lower body előre néz. Magyar HVH gameplay van át. HVH-ban azért jó, mert ugye a legtöbb buta resolver az, ami visszafelejti az anti-aimot, ezért el tudja hiteni az egyik csaló a másik csalót fejbe. Röviden, na visszatérve, az, hogy a lower body-t ugyebár sokszor nézték, mert alapvetően a régi anti-aimoknál egyértelmű volt, hogy amerre a lower body néz, arra néz a relay angle. A relay angle az, ahol neked az előréd van. A fake eye angle az, ahol a fake anti-aimod van, mit tudom én, a pörgőd. De valóságban lehet, hogy a hitboxod áll egy helyben, csak a fake anti-aimod pörög. A lower body meg az, ahova a lower body néz. Az a régi anti-aimoknál ugyanaz volt, mint a relay angle. Ezt jobban ki kéne fejtenem, mert ugyebár nem sok ember számára lesz érthető. Három vonalat kell elképzelned. Van egy zöld, egy piros, meg egy kék. A zöld a lower body. Egy alapkarakternél mind a három egy irányba néz. Előre, amerre nézel. Ha egy csalóról beszélünk, akinek van egy fake anti-aimja. Tehát egy olyan anti-aimja, amit te látsz, te nem tudod rajta hitelni, akkor a kék vonal, mondjuk legyen az a fake, az mit tudom én, jobbra néz, vagy balra néz, vagy tök mindegy hova néz. Az a lényeg, hogy te azt látod, hogy ott van a feje, ez annyira szörnyű. Mert ugyebár az csak egy fake anti-aim, az nem valós. Az csak a render engine mutatja úgy neked, mivel ő ezt küldi a szervernek, hogy ott van. De az ő kliens oldalán, amit az... Látszik a kiírásig, hogy értelmes magyar ember csinálta ezt a videót amúgy. A szervernek mutat, az teljesen más, mivel a real anti-aimja, magyarul a real, a relay angle-je, az például egy helyben áll. Előre vagy hátra, vagy tök mindegy. Hogyha belülsz a levegőbe, full randomra, de ott van a feje, akkor el fogod hitelni. Meg fog halni. De ugyebár ezt nem látod, hogy hol van. Nem látod, mert más az a szög. És van a lower body szög, ami meg megint lehet jobbra-balra 90 vagy 0. És most jönnek be a trükkök, hogy ott a videó, amit elküldtem, megnézed, benne van egy ilyen kis lower body indikátor ballent. Az a ballent indikátor azt mutatja, hogy nekem a lower body szögem az éppenséggel megegyezik, vagy nem egyezik meg. Amikor piros, akkor megegyezik, amikor nem egyezik meg, akkor zöld. Ez azért van így, mert a buta resolvereket így át tudod verni, és amikor így az anti-aim kidodzsol valamelyik oldalra, switch-el egyet, switch résszel, akkor azt történik, hogy fölcseréli a relay angle-t, meg a fake relay angle-t. Magyarul a buta resolver az azt hitte, hogy a fake-et lövi, akkor nem hiteli. Ebből tanul, mivel lelogolja az, hogy nem tudja hitelni. Tehát, hogy nem történik, sebzés, mivel csak emeli. Hogyha viszont átlő a maga, mert ő úgy gondolja az algoritmus alapján, hogy amott lehet, akkor a ő fölcseréli, ezért nem kerül megint hitelésre. Olyankor ez a vertikatilag átmegy brute force módba, és elkezdi össze-vissza dönni a lövedékeket, hogy kitalálja, hogy hol van. Tehát amikor ezek a esetleges resolve metódok csődöt mondanak, akkor jön az, hogy össze-vissza kezd előni az aimbot, amíg el nem találja, vagy elkezd bodyraimozni, mert testet kezdi előni a fejet, alapvetően, ugyebár a fejhipboxod a prioritás. A multipoint az meg az, amikor össze-vissza lövi, tehát lábat lő, kezelhető, mindenhol hitelhető. Hogyha kilóg a fal mögül egy milliméter is, akkor pedig wallbengelhető. Visszatérve az antiaimokra. Antiaimoknál még vannak ezek a overwatch antiaimok, vannak ugyebár különböző csókolt antiaimok, amik ugyebár úgy működnek, hogy így nem is antiaimok, a fake lag, nevezzük nem fake lag, amikor lagod össze-vissza az emberek, gondolom én is láttam már sokat. Na, az a lag az úgy csinálja, hogy tikeket azokat késedetik, tehát hogy ugyebár úgy van, hogy 12 tiket tudsz késetetni, alapvetően 64 tiken. Hogyha te beállítod azt, hogy 13 tiket késetetsz, akkor a karaktered szinte már ilyen teleportálható. Ha YouTube videót nézed, egyszerűen magas lenne a pingje. Ez egy ilyen pontosabban, hihető találások menő volt, hogy én gyengébb csitekbe, nem annyira tapasztalt csitekbe, bekapcsolják, hogy hú, ha nincs csak laggolok, valóságban meg fake laggol, csak nehezebb így eltalálni. Mivel ilyenkor nem az történik, hogy a hitboxokat, hogy mondjam, változtatja, egyszerűen késleteti a csomagokat, viszont amikor ő lő, vagy pedig az ő pozíciójából lő, akkor nem késik a megit. De hát amikor ő előtt éged, te azt látod a te oldaladon, hogy a karakter az nincs ott kint, de előtt téged, mivel az ő kliens oldalán, ő kint volt nálad, viszont nem mert nálad késett a csomag, tehát ő elbírt téged úgy hitelni, hogy ő kint se volt. Ez egy undorító foka, ami abba hagytam a cheat fejlesztést, ez volt a legfőbb oka. Ezek a deszink és a backtracking. A backtracking az úgy működik, hogy 12 ticket úgy szintén tudsz hazudni az aimbotnak, illetve a szervernek, hogy hol hitelti rá egy embert. Ehhez recreate-elni kell egy bone historit, illetve hogy mondjam, egy hitboxot recreate-elni kell. Magyarul logoltatni kell azt, hogy az ember hol mozog. Előző pozícióiból 12 ticket visszaszámol, és ha te rálősz arra a pontfelhőre, hogy az aimbot rálő, akkor el fogod lőni az embert, hiába nincs már ott. Ugye milyen undorítóan hangzik? Itt a nagy része úgy hangzott, úgyhogy tök mindegy. Mondok egy példát. Kessen, te átfutsz a kezdőn, a csávó meglövi a falat, de te már a fal mögött voltál körülbelül 2 méterre. Ugyanúgy be fogod kapni a fejest, mert bekerkel téged. Visszaállította a lower body pozíciódat arra az érték, és a szerver ezt el fogja hinni. Miért fogja elhinni? Azért, mert a szerver oldalon 12 tik a maximális eltolás, a te kliens oldalon 12 tik volt az eltolás, és mindig annak az oldalnak hisz, aki, hogy mondjam, kilövi a másikat. Nem hitelesít vissza. Ez ennél az esetnél. Desync ugyebár azt csinálja, hogy deszinkronizálja a klienst a szervertől. És olyan dolgot csinálhatsz meg desync alatt, amit alapvetően nem csinálhatnál meg. Tehát elhitelhetsz embereket, dobhatsz gránátot, egyszerűen elmozoghatsz egy olyan helyre, a megengedett idő. A faszom az a Deadpool! Korláton belül, vagy pedig olyan, hogy mondjam, mozgást végetsz, de antiaim az adott mozgáson belül, ami alapvetően, hogy mondjam, tiltott lenne. De a desync miatt megengedi, mivel a szerver nem tudok. HVH videós. És szerinted azok az emberek, akik nagy HVH videósok, meg csalásokat videóznak, azok értenek ehhez, bazd meg. Nagy lófaszt. Bekapcsolják a cheatet és játszanak és felveszik videóra. Wow, pont ugyanúgy, mint azok, akik nem csalnak. Úristen! A kliens létezik. Kliens aktuális pozíciójáról. Ezért, amikor visszakapcsolódik a kliens, akkor el fogja hinni neki, hogy ez így van, és nem érdekli tovább. Ez nagyon nagy a reverse engineering háború, amit mi is csináltunk egy időben. Mármint cheat fejlesztők között is van egy nagyon nagy reverse engineering háború. A reverse engineering egy fogalmat megmagyarázom gyorsan. Visszafelé fejlesztünk. Tehát, hogy mondjam, fogunk valamit. Érdemes lesz visszanézni. Hát neked biztos, mert láttam az Interium chat falon, hogy miket írkáltál, és geci hülye vagy vapálod. Mit tudom én, konkurens termékfejlesztés, ez a legszebb szóra. Konkurens termékfejlesztés. A cheat gyártók, mondjam, vizsgálják azt, hogyha csinálnak valamit, milyen hatása van a játékra. Hát ők, hogy milyen monitorozzák a játék viselkedését a csalásokkal szemben, amikor fejlesztenek. Ezek a, hogy mondjam, komolyabb Fingon is utorzítva van a hangja, lehet, hogy alapból ilyen hangja van, de egy picit szerintem igen. -2 talán. Fejlesztők. Nem olyanok, mint én, aki tud körülbelül Ctrl-C, Ctrl-V-t, meg egy-két dolgot, hogy a for ciklust, akkor while ciklust, a bolt, meg switch case, meg ilyen dolgokat, nem egy alapvető programozási képességekkel rendelkező emberről beszélünk, hanem aki programozás, aki ezeknek a cheateknek az alapját lefektette évekkel ezelőtt, aki megírta ezeket a source code-okat, olyan emberről beszélünk, aki tényleg hozzá, például mondok egy-két embert, a skid.cc-nél ezoterik, akkor a régen az Interwebs-nél 2016-ban Koló, akkor Polish Guy az Aimware-nél, akik, hogy mondjam, ténylegesen tudják, hogy mit csinálnak, és ténylegesen a játék... Ez az elég jó fel. Kukis képért küldött skit invite-okat. Ott visszafelé lebontják apró... Ja nem, az public, bocsánat, elemeire, nem. És úgy építik fel a cheateket, hogy ezeket a dolgokat bypasszolják. Tehát ők tudják, hogy hol vannak azok a határok, a játékban, amit a játék még tűrésként érzékel. Tehát, hogy laggot, pinget, klienshibát, hitboxokat, mindent. Mindennek van egy ilyen hibája. Tehát nem fedi le teljesen a valóságot az, amit a játék lekezel. A hitbox nem teljesen úgy néz ki, ahogy tátol az embernek a kontúrját, a grafikáját. Tehát mindennek van egy ilyen határa, hogy az update-ek között, hogy mondjam, az interpolációt milyen sűrűn végzi el. Mindennek van egy ilyen hibája, amit a játék, hogy mondjam, belegondol, hogy ez még belefér. Érted? És a cheat fejlesztők ezt tudják, hogy ez mennyi, ezt megtalálják, és alá mennek egy picivel, hogy a játéknak ez ne tűnjön fel, hogy konstans ott van az a hiba. Ezért a játék azt hiszi, hogy belefér. Magyarul az anti-cheat azt hiszi, hogy belefér ez a hiba, és nem foglalkozik vele. Mivel neki nem annyira érzékeny a tűréspontja, hogy ő ezeket érzékelje egyszerűen. Tehát ő nem fog, sokkal kiábrándítóbb dolgokat kell neki átvizsgálnia, mint hogy ezekkel tudjon foglalkozni. Sokkal kisebb prioritásban vannak ezek a dolgok nála. Visszatérve arra, hogy ők nem csak azt csinálják, hogy a játékot lebontják magát, meg a játéknak a működését teljesen ízig-porrá értik, hogy mi miért van, mi hogy történik, mi miután indul el, mit kell csinálni ahhoz, hogy egy folyamatot elindítsanak, megállítsanak, ne vegye észre az anti-cheat, hanem a többi cheat fejlesztőtől is megveszik a cheatjeiket, és úgynevezett dumperekkel, dumpfile-okat csinálnak, ami azt jelenti, hogy a forráskódokat, azokat visszafejtik. Megnézzük, hogy a többi fejlesztő hogy csinálta. Hogy megveszik a fizetős cheatet, ledumpolják. Sok cheatben van például ilyen anti-dump nevezetű dolog, ami annyit csinál, hogy összehalagít. Igen, minden fizetős programban van védelem. Képzeld el! A kurva istenit, bazd meg, ne erről beszéljünk már! Szó szerint azt történik, hogy elindítod a játékot, benyomod a cheatet, elindítod a programot, amire ledumpolnád a cheatet, hogy megtudni, mi van benne, mi történik, hányomsz egy dump, készül a dumpfájt a játék, kék halál. Hát, hogy a cheatben van egy olyan rész, például a launcherben, inkább a launcherben mondanám, vagy a cheatnek a launcherében, hogy kitöröl egy system file-t a Windowsodból, és összehal a gépet instant, és nem marad semmi olyan dolog, amiből visszaállítható lenne a cheatnek a source-ból, ilyen szintű a biztonság, hogy nem kockáztatnak, illetve a DLL-t nem magában a cheatben tárolják, hanem webszerveren, ahonnan a launcher legtöbbször letölti. Tehát, hogy a te gépeden nem marad meg sehol se az a cheat file, hanem egybe letölti, injektálja a játékba, és kitörli, mert ugye csak RAM-ba tölti be, nem tölti le fizikailag a HDD-re, SSD-re, SSD-re, csak a launcher van ott maga, ami teljesen elszigetelt folyamat. És nem is azon néven fut legtöbbször, mint aminek kéne legyen. Tehát, mit tudom, Windows key.cc launcher, rányomsz az inject, letölti a webszerverről. Mit tudom én, adott memória helyre, ahol nem is annak ilyen lennél, a játéknak az anti-cheatja nem jut el odáig. Hogy mondjam, az injektornak az a dolga, hogy a bejutassa a DLL fájlt a játékba. Úgy teszi meg, hogy különböző memória címeket manipulál, kiolvas belőle, és megnézi, hogy mondjam, egy fix metódussal, hogy tudja, bejutatja STB, és jutunk erre a pontra, és az anti-cheat nem fog innentől kezdve látni. Mert nem fogja, hogy mondjam, elhinni azt, amit lát. Ilyen egyszerű. Mert olyan dolognak fogja gondolni, ami szerinte teljesen hihető. Erre épül az egész csalás, hogy nem tudunk tökéletesen csinálni anti-cheat oldalon, ezért muszáj, hogy mondjam, valakinek kihasználni a hibákat, aki erre használja föl. Miért van az, hogy ennyire elhanyagolják, vagy hogy ennyire könnyű csalni a csében? A játékmotor. Alapvetően a játékmotor. Légy szíves, beszélj a Source SDK-ról, kérlek. Nagyon könnyű hozzáírni bármit is, tehát hogy semmi olyan nehezítés nincs a csének a játékmotor. Az 1.6 is olyan, meg az összes Call of Duty is szinte, ugye bár csak gondolj bele a Cod 2, Cod 4 nagyon régen, a Cod 2 az a csé 1.6 játékmotorján futott szinte, és egyszerűen annyira közvetlen a játékmotornak a kommunikációja a szerverrel, illetve annyira... Cod 2 az 1.6 játék... Cod 2 az mikor volt Gold Source Engine amúgy? Könnyű hozzányúlni, annyira nem rejt el semmit, annyira könnyű befolyásolni, hogy körülbelül nincs értelme, hogy mondjam, megnehezíteni az emberek dolgát ezzel kapcsolatban, vagy belenyúlnak, csak elrontják. Mert egy e-sport játékról beszélünk, az a reakcióidő, meg a 100 másodperc a minden. Ha a játék belagol egy pillanatra a kliens vagy a szerver hibájából, vagy egyes embereknek nincs meg a 300 FPS-re, ma a játékfejlesztők hazanyúlnak a vakrendszerhez, hogy jobban terhelje a gépet, akkor azon fognak sírni. Hát most nem tudom, hogy átgondolva te oldaladról, hogy melyik írja meg nekik jobban. Hogy berakjanak egy Vanguardot, ami driver szinten ellenőrzi a gépet az indulástól kezdve, és mindent néz. Mindent, hogy mondjam, felülbírál. Azt is lehet bypasszolni. Arra is vannak bypasszok, most az másik dolog. De hogy egy ilyen szintű dolgot szeretné, ami viszont egy backdooros történet. Tehát egy trapdooros, illetve backdooros inkább dolog. Tehát hogyha a Vanguardot feltörik, mivel rendszergazdai jogosultsága van, ezért a gépeden lévő összes dologhoz hozzányúlhat bármikor. Lényegében, hogyha a Vanguard anti-cheat, hogy mondjam, bekapna valamikor egy trójait, vagy egy vírust a fejlesztők oldaláról, vagy beraknának bármit, de a gépeden lévő összes dolog az gyakorlatilag az övék lenne. Mert bármit ezt hozzá tudnak nyúlni. Oké, leírják, hogy nem nyúlnak hozzá, de ott van a kis lehetőség mindig, hogy egyszer hozzányúlnak. És nem igazán szeretnél, gondolom, egy olyan TXT tartalmát publikálva látni, ami neked ez kényes információ. Nem igazán szeretnél ilyet. Ugyanott van szinte a... Mert CS:GO készítői belenyúlnának az én izéimbe, a gépembe. Nekem most is fut a Vanguard. Ennyire megbízok a Riot Games-be. Uninstall Riot Vanguard, do you want to continue? Aha. Na most már nem fut. A dolog, hogy az anti-cheatben is vannak ezek a szintek, hogy milyen szintű hozzáférést kívánnak meg a felhasználótól. Hogy te most azt szeretnéd, hogy mondok egy példát, hogy minden csalót szűrjön ki, mindenkit. Ott a Faceit anti-cheat, ott az ISCA, ott vannak ezek a, hogy mondjam, a Battle-Eye. A Battle-Eye a legjobb példa. Brutális erős anti-cheat, mégis vannak csalók. Mert mindig előtte van, mert mindig van egy rohadt köcsög, valami nem tudom milyen cheater biztos, aki egész nap, figyelj, csak azzal foglalkozik, hogy az anti-cheatet dumpolja. Miért csinálja? Mert neki pénze van abból, hogy ő ezt csinálja. Mert másik fejlesztők komoly pénzeket fizetnek neki azért, hogy az anti-cheatnek a legújabb újdonságait ő föltárja. És így csináljon rá valamit, hogy az anti-cheat haszontalan legyen. A reverse engineering, hogy ő visszafejt, és ő ezért kap pénzt. Én azért kaptam pénzt, mert éppenséggel ezt csináltam. Ő azért kap pénzt, mert ezt csinálja. Valaki azért kap pénzt, mert anti-cheatet fejleszt. És ő végül is azt csinálja, ő meg a cheateket dumpolja. Csak az, hogy most az a legális, az meg a nem legális oldal, az megint egy másik kérdés. Mert mindig van sajnos, hogy mondjam, gonosz, meg jó. Mindig van. Minél inkább beszélgetek az emberekkel, így a csalásokról, annál inkább arra jövök rá, hogy geci unalmas vagy. Lyukadok ki, hogy azért alapvetően, tehát nekem mondjuk elebben is ez volt az elképzelésem, hogy a Valve az azért valamit csinál, valószínűleg csinálhatna többet is, de jelen pillanatban ennyit tudnak tenni, és amiben bíznak, az most a Trust Factor rendszer. Elméletileg, hogyha... Nincs annyira szar, de sokkal unalmasabb, mint az első. Az első legalább vicces volt. Jó a Trust Factorod, akkor nem kéne csalókat kapnod. Trust Factor ugyebár attól függ, hogy mondjam, hogy egyrészt, hogy tudod növelni az Overwatch-os befolyással, hogy jó döntéseket hozol a demók alapján, magyarul megbízhatóbb lesz a véleményed. Az, hogy tisztán játszol sokat, magasabb rankokat érsz el, és nem játszol együtt csalókkal. Ugye az is le tudja vágni neked a Trust Factort, hogy csalókkal játsz, és csalót kibannolják. Azért te is veszíted a trustodat, hogy mondjam, az értékedet. Viszont most nem akarok ilyet mondani, de vannak neten black marketek, ahol magas trust faktorral rendelkező akkuntokat árulnak rendes emberek, csalók. Na jó! Tényleg, azért... Jézusom! Úristen, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Az interneten lehet venni akkuntokat! Na ne! Ezeket is tudtam volna! Hú. Hát akkor... Jaj, basszus! Hát veszek is egyet mindjárt. Hát akkor miért szarakodok én a piros stresszfaktos akkorommal? De miért mondta el? Hát ez most már nem is fekete marketing, most már mindenki tudja. Bazzeg! Azért, hogy tudjanak stresszfaktoros MM-ben legiten csalni. Megveszi a csaló ember, ez az undorító, ez a legundorítóbb szerintem az egészben. Ez az a fajta csaló, a legvelejébb romlott csaló, aki nem hiszi el magáról, hogy szar, azt hiszi magáról, hogy jó. Azt hiszi, hogy ő az Isten. Van rá pénze is. Tehát a legrosszabb kombináció az összes közül. Na, tehát semmilyen érdek nem hajtja, csak azt hajtja, hogy játszon, azt hajtja, hogy nyerjen. Játszás? Megveszi a nagyon drága privát sheetet, ami föl van fegyverkezve mindenféle jó dologgal. Ami 20 euró havonta. Legitimate anti-aimekkel, deszinkkel, fel van fegyverkezve blacktrackkel, humanizált aimbottal. Tehát olyan aimbot, ami nem detektálható semmilyen módszerrel szinte, mivel egy mesterséges intelligencia hibát visz a rendszerbe, hogy az aim legyen tökéletes. Viszont csak annyi hibát visz bele a lövésbe, hogy az hiteljen. Tehát nem a hitbox közepére fog lőni, hanem egy úgynevezett recoil zomba fog lőni, egy recoil mezőbe fog a humanizált aimbot lőni, amit beállítanak. Erre is vannak szakemberek. Miért kell ezt? Akik konfigurokat árulnak 5-6 dollárokért. Szakembereknek hívjuk azokat az embereket, akik konfigurokat árulnak a cheatre. Az mindjárt csinálnak kettőt. Itt helybe. Sorolom, hogy miket kell csinálni egy cheatben, jól meg rákattints az emberekre. Be kell kapcsolni az aimbotot. Fú, te, nem bírom ezt a videót, szörnyű. Annyira sokat beszél, és annyira unalmas, hogy ez hihetetlen. És annyira belepróbál menni a technikai részletekbe. Én értem azt, hogy ő ért hozzá, az előző ember nem értett hozzá. Ő most ért hozzá, én ezt vágom, de miért? Miért kell ennyire technikai részletekbe benne menni? Mert az előzőben is geci unalmas volt, amikor ezt próbáltam magyarázni az emberünk, csak az, hogy ő nem is tudott egyáltalán magyarázni. Ez az ember meg túl sokat magyaráz. Miért nem csak egyszerűen arról beszélünk, hogy a CS:GO-ban hogy működnek ezek a... Vagy maga a CS:GO-nak az anti-cheatja hogy működik, maga az Overwatch hogy működik. Mivel lehet kiszűrni azt, hogy valaki csal vagy nem csal? Ilyen dolgok érdekelnék azokat az embereket szerintem, akik mondjuk Kodiakot nézik. Mert az, hogy egy cheat hogy működik, az egyszerűen nem fogja érdekelni azt egy átlag Kodiak nézőt. Szerintem. Hogy hogyan injektálunk bele, meg milyen library-kbe lódalunk, meg ilyen fasságok. Kit érdekel? De most tényleg? Ezekhez a cheatekhez, amik vannak, hogy 6-700 dollárokba kerülnek, mert ismerek embert, aki vett ilyet, és majd napig van neki 2 éve, és kapja hozzá az update-eket. Ez egy humanizált aimbot, és olyan konfigurációt használhatsz vele, amit, hogy mondjam, teszteltek. Tehát, hogy tesztelt konfigok, hogy ezek nem látszódnak Overwatchban, nem látszódnak demókban, nem látszódnak replayekben. Tisztára úgy néz ki, mintha valakinek a keze csinálta volna, mert olyan szinten avatkozik csak bele az aimbot, olyan piciket mozdít rajta, és olyan, tehát nem lineárisan rángatja, hogy most oda ránt és kész, hanem egy ilyen hullámforma, vagy bármilyen poligon, vagy akár egy, mit tudom, egy matematikailag nehezen leírható, közelített függvényt alkalmaz, mit tudom, 4. szintű interpolációkat alkalmaz arra, hogy megközelítse azt a pontot, ahova kéne, hogy lőjön, megprediktálja a következő pontot, hogy hova kell lőnie, és mint egy kéz, ahogy a fegyver visszarúg, azt is beleszámolja, és ellentart neki. Van olyan cheat, ami csak annyit csinál, hogy no recoil, de az is hibával csinálja, és nem az van, hogy a fegyvered össze-vissza rángat, hanem egy helyben van, viszont nálad úgy néz ki, mint hogy rángat, a demóban is úgy néz ki, hogy rángat, viszont a cheat ellen tart neki, ezzel könnyítve a játékodat. És hibával csinálja ezt, tehát a kéző demót nem fogja tudni eldönteni, hogy a gyerek azt tényleg ellen tartott neki, és nagyon ügyesen csinálja, szinte hibátlanul, szinte, vagy pedig a cheat csinált, és a gyereknek a kezén az egér rajta sincs, csak nyomja a bal klikket, mint a hülye. Ezeket a csalókat, akik ilyeneket használnak, nagyon nehéz detektálni, mert a cheatjük nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Szinte már művészén alkotnak, alakítják a színészi karrierjüket szinte, mert olyan szinten elhitetik veled, hogy nem véháznak. Vagy az undorító. Néha direkt lelövetik magukat obvious helyeken, csak hogy elhitessék az Overwatch nézővel, hogy figyelj, én nem csalok. Figyelj, én teljesen legit vagyok. Közben nagyon jól tudja, hogy ott van az ember. Csak direkt nem lő rá. Direkt lecsekkolja a helyeket. Profi csaló, tehát az ilyen az már teljesen hivatásosan csinálja, és a végén meg arra jössz ki. OK is csaló vagyok. Benne van az OK izémba, bizonyítványomba. Én bizony nem kattintok rá az emberre, hogyha a fal mögött van, csak amikor már kijött onnan. Hogy ez nem csalt. Pedig kibaszottul lecsalt téged, csak nem tudsz róla, mert annyira hihetetlenül jól alakította azt a szerepet, hogy megtehette ezt, visszatérve oda, hogy hol is kezdtük ezt a gondolat, mert bocs, kicsit lesz. Amúgy tényleg nem értem, itt egy óra hosszú videóm, rajta 1100 like, 35 dislike, és 1100 like-oló ember közül egy ember nem értette azt, hogy pofáztak a videóba. De tényleg, nagyon kevés ember érthette szerintem. A trust faktor. Igen, már. Hogy megveszik ezeket az akkuntokat, mert lusta kihúzni. És a cheatje miatt ugyebár nem bannolják ki, tehát nem esik a trust faktor. Olyan emberekkel játszik, akik szintén nem bannolnak ki, mert nem ismeri be, hogy csal, nem tudnak az emberek róla, hogy csal. De a profi e-sport játékosok, csomó ilyen, aki ugyebár lebukott csalásról előbb-utóbb, például ott volt a DAS2-n, aki nem is tudom hirtelen, nem jut eszembe a srácnak a neve, aki eldőtt a... Kukli. Ő is ilyen. Kuklinak a basszja pontosan, hogy ő is eldőtte az ilyet, hogy az egy humanizált aimbot volt. Csak túl volt húzva. Rossz volt a konfigja. Azért lőtte úgy el, mert egyszerűen az aimbot túl agresszívre volt rakva. Vagy éppenséggel ő, hogy mondjam, bebindelt egy olyan gombra az agresszivitás állítóját, mint amilyen különböző... Pont nemrég beszéltünk, hogy amúgy annak a lövésnek semmi köze nem volt az aimbothoz. Pont pár, nem tudom, hogy 10 perc vagy 20 percre mondtam, hogy annak a lövésnek köze nem volt az aimhoz, mert levegőben történt. Konfigurációkhoz, amit félre lenyomott, és tudja, hogy nem USP-re volt beállítva az aimbot, hanem itt tudom én AK-ra, és véletlenül rárántott neki. Például Scout-tal volt régen ez a rengeteg, ez a jump shot-os dolog, amit meg lehetett csinálni. Amit ha valaki mostanában ilyet csinál velem, vagy ilyet csinálna, hogy jump shot-ot engem Scout-tal, aminek elrontották direkt ezt a, hogy mondjam, soft statját, hogy ne lehessen vele ugrálás közben fejeseket lőni olyan egyszerűen, a pontosságát csökkentették ugrás közben, az valószínűleg egy ilyen rekoljeles dolgot használ, vagy humanizáltat, vagy nem humanizáltat, vagy AI vezéreltet. Egész eddig tökre értelmes dolgokat mondott, és az utolsó egy percben akkora fasságokat mondod, hogy ez hihetetlen. Mi a fasz? Hát hogy... Ó, bazd meg... Jézusom. A jump shot a levegőben tök mindegy milyen cheated van. A luck-based az egész, mert a levegőben ez nem működik. Ez ennyi. Spread, recoil, mert ezek nagyon nagy piac van mostanában, és nem csak CS:GO-ban, a CS:GO-ban van a legkisebb, Tarkovban nagyon durva, brutálisan durva cheatek vannak, illetve Valorantban is, amik a Vanguardot egyszerűen gyakorlatilag megfőzik, olyan szintű cheatek, hogy a Vanguard nem tud mit kezdeni vele, tehát olyan dolgokat használnak ki, van amelyik Windows funkciókat használ, tehát már láttam olyan cheatet, ami a feladatkezelőnek a GUI-ját használja, de beszarsz. A feladatkezelőnek megnyílik egy másik ablakja, és gyakorlatilag kikirakod fullos képernyőre, a játékot is kirakod ablakosba, csak teljes képernyőre, behúzod elé, és a játék meg fog jelenni a feladatkezelőben, és rajta lesz az ESP wallhack. Fantasztikus. Jó, ehhez Windows 7 kell, ez Windows 10 nem működik, ehhez Windows 7 kellett, és ha jól emlékszem, Ultimate Edition, és ehhez egy fájt ki kellett cserélni a Windows könyvtárba, hogy ez működjön. De amikor én ezt megláttam, akkor mondtam, hogy na jó, ez a srác, ez tud valamit, ez tud. És ennyi, vége a videónak. Így, ahogy. Hát... Elég érdekes volt, az biztos. Nem vágom, hogy mit tudnék még hozzátenni. Lehet, hogy összeszedek valamit, amit így el tudnék mondani én is egy ilyen videóban, és elmondom. De inkább saját videóban, mint Kodiak videóban, bazzeg. Vagy nem tudom. Nézzük meg még egyszerre, lemaradtam. Aki lemaradt. Kíváncsi voltam a sötét oldalra. Oh, bazzeg, állját a sötét oldalra. Tesó. Na, hát oké. Megnéztük. Érdekes videó volt. Az első 4 perc lemaradt. De nem maradtatok le semmiről. Mármint azok, akik most a YouTube videót nézik vágat, mert hogy ezt fel is vettem. Szóval küldjetek a puszikat a YouTube-nak. Leállítom a recordingot, azt utána, nem tudom, játszok meg valamit streambe, aztán utána, nem tudom, offolom is lassan. Na, így is van. Haló.